olyan ember van mellettem, akinek mindent bátran elmondhatok, és aki szinte úgy mindent bátran elmondhat nekem, és ez szerintem nagyon fontos. Mm. Nagyon fontos szerintem, hogy legyen mellettünk egy olyan is az én apám és az én anyám, ezek nem ilyen emberek voltak egymás számára. Na gyere, téged felveszlek. Köszi. Ritkaság az ilyen kedves taxis manapság. Nem igaz, tök rendesek egyébként. Hát benne a buli negyed kellős közepében. Ott az erkélyen, ott fönt. Akkor te nem alszol itt sokat éjjel legalább. Imádom. Tényleg? Aha. De nem az enyém, bérelem. Bérelem? Mielőtt kitörna gigantikus irigység. Szóhó közepén. Nem tudom, hogy mennyire irigyelt az, hogy itt a... Tényleg a... Angol legénybúcsú csordák közepén laksz. Európa minden ilyen 15 és 30 év körüli férfia és nője megjelenik itt az elmúlt években. Kiváló karakter, tanulmányokat lehet akkor itt készíteni. Igen. Tudod, mi a jó benne? Nem lehet depressziósnak lenni. Tényleg? Aha. Hát éjjel-nappal megy a buli, mindenhonnan szól a zene, meg érzed, hogy csilingelnek a poharak, meg jönnek-mennek az emberek. Olyan, mint a feng shui-ba, tudod, hogy ahol áramlanak az energiák, meg ahol megrekednek, meg nem tudom én mi. Itt így dől minden. Dől az energia. Tehát az se jó feltétlen. Tehát ez nem fárasztó? Ha állandóan áramlik körülötted ez a buli energia? Képzeld el, hogy nem. Ha meg becsukom az ablakot, akkor meg benne a lakásom, vagy a lak, tehát ahol én vagyok, meg akivel élek, mi tudunk olyan energiákat teremteni, hogy így távol tart mindent, amit nem szeretünk. De ezt mondjuk kifejezetten szeretjük. Tehát kinyitni az ablakot, így pont a kazincira nél a konyhaablak, és akkor ott főzőcskézni, tehát még csak zenét se kell betenni, mert szól, mert tehát olyan, mint egy ilyen nagy hifi a konyhaablak. Így kinyitom, és akkor szól az anna, meg a jókedvű emberek kaszarászása minden világnyelven. Ha már főzőcskézés, kihagyhatatlan, hogy most középdő, most van, hányadika, november 3-a, ez pár hét múlva kerül adásba, addigra nem tudom, hogy lemegyen már a középdöntő, meg a mennyit árulhatsz el, de az látható, hogy te jól érzed magad ebbe a konyhapult mögötti szerepben. Nagyon. Főzőműsorban látszik legalábbis. Nagyon izgalmas játék. Tehát olyan, hogy az ember így azt gondolja magáról, hogy tud főzni, mert úgy, tudom én, nagymamám tanította, meg így lestem, meg tudom, micsoda, gyerekkorom óta, és akkor így a barátaim nagyon szívesen eszik a főztemet, meg így nagyon szeretik, meg sok mindenkit így sikerült már így még meg is hódítani így egy vacsorával. De hogy így odaáll az ember, és ott van a Michelin csillagos séf, és hogy így oda tesz egy agyvelőt, hogy rakd bele a gundáparacsintába. Igen, de nem is ezzel van a baj, hanem az ember így kiteszi a lelkét, a legjobbat tényleg, és a séf meg így elmosolyodik rajta, hogy megpiszkálja a villájával, és akkor egy másodperc alatt vagy újra tálalja úgy, hogy mintha tényleg egy ilyen egy ötcsillagos magazinból fotóztad volna ki. Vagy elmond két trükköt, amivel még jobbá, lágyabbá, ízletesebbé, ropogósabbá, nem tudom, hogy milyenebbé lehet tenni. Annyi mindent lehet tanulni. De olyan tényleg, mint amikor egy ember, aki lovagol, mondjuk 5 éves kora óta, és megnyert minden világversenyt, és 50 éves korában így valaki véletlen, aki nem ismer, így megkérdezi tőle, hogy ön tud lovagolni, és akkor így az ember azt válaszolja rá, hogy hát te már lovon. És tudsz főzni, Zsolt? Hát volt már, tehát erre én most ennek megfelelően csak azt mondhatom, hogy hát volt már fakanál a kezemben, de hogy nagyon sok tanulvalom van, rengeteg. És a versenyhelyzet, az mennyire a tiéd? Mennyire szereted? Én drukker vagyok. Tehát valahogy én nem a versenyt, vagy hogy mondjam, nem úgy élem meg, hogy... Ha
nekem kell győzni, és én csak akkor győzhetek, hogy mi, hogyha mindenki letérdel mellett, vagy körülöttem. Aha. Valahogy úgy élem meg az egészet, hogy ezek ilyen, nekem akikkel főzök, illetve akik ellen főzök, úgymond, azok nekem ilyen bajtársaim, vagy ilyen. Tehát látom mindenkinek az igyekezetét, meg az akaratát, és én drukker vagyok. Tehát én nem annak drukkolok, hogy csak legyőzzem ezeket, hanem hogy legyen jó az egész. Az, amit egyébként csinálsz, a színészet, a rendezés, a sorozat, a film, a színház, az alapvetően egy csapatsport. Hát, az csapatjáték, igen, akkor is, ha te vagy a rendező. Igen. Az akkor is egy csapatjáték, nem? Hát, de az egész élet az csapatjáték, vagy nem? Tehát tehát a színház meg a film az azért csapatjáték, mert az azt mutat, azt akar. Tehát hogy a művészetnek ugye az a dolga, hogy megpróbál valamilyen módon absztrakt fogalmakat alkotni a világról, amiben élünk, és akkor ennek megfelelően mondjuk például a kölni színházban ugyanolyan százalékban vannak jelen, és erre mindig vigyáznak, vannak jelen, Köln lakosságának, ha török, ha nem tudom én, indiai, ha nem tudom én milyen, akkor ilyenek vannak a társulatban. Uh-huh. Legalábbis én, amikor ott dolgoztam egyszer, egy fél évig volt szerencsém ott dolgozni, egy színdarabban, amit a Bodó Viktor rendezett, és a saját társulatával, a Sputnikkal, meg a kölni színháznak a társulatával közösen csinált, és ahogy ott megismertük őket, hogy ők tényleg komolyan veszik, hogy a színház az az életnek a lenyomata. Most nem menjünk ebbe bele, de sajnos most is az, ami történik. Nem akarok erről egy szót se beszélni, mert minden, tehát ez minden. Csak a most is az, ami történik, az de a, hogy ez, de a, hogy ez a szín, az, ami a színházakban történik most, és amitől zeng a sajtó az utóbbi hetekben, az sajnos ezt mutatja, hogy ilyen a társadalom. A színházaink átgondolatlanok, elavult módszer szerint működnek. Rengeteg visszásság történik benne, eszetlen emberi sorsokat alakít, eszetlen irányokba. Ha megnézed, akkor olyan, mint a mai társadalom, hogy valami nem stimmel. És nem a politikáról beszélek, mert nem a politika csinálja a társadalmat, hanem a társadalom termeli ki ezt a politikát. Én abban hiszek, hogy így vissza kell menni a gyökerekhez, tehát hogy így arról beszélni, hogy ki a fene vagyok én, és mi a francnak vagyok ezen a világon, a színházban. És ezt nagyon kevés helyen találtam meg, illetve egyre kevesebb helyen. Én 30 évet töltöttem, jövőre lesz 30 év, hogy először szerződtem évad szerződéssel egy színházhoz, ez a Kaposvári Színház volt, 88-ban kerültem oda. Én nekem akkor Táncsics bérletem volt Kaposváron. Nem mondod. De. Akkor biztos láttál engem biztos. A hátsó sorba ugrálni. Hát nem emlékszem, mert bevallom. Biztos, hogy nem emlékszem. Próbáltam pedig visszaszálazni, az összes darabot láttam akkor, amit abban a korosztályban én láthattam, de hát az a nagy kaposvári évek voltak, az a nagy Kaposvári, igen. De én ott akkor nem voltam jelentős. Ez olyan, mint most, amit rendeztem legutóbb darabot Pécsen, abban van egy ilyen párbeszéd, hogy maga micsoda, én színész vagyok. Színész, komolyan, várjál, ne segíts. És komolyan a színész, hogy nem is tudnék. Hogy én ott akkor úgy kerültem oda, hogy felvételiztem a színművészeti, akkor még főiskolára, és nem vettek föl elsőre, csak zárójelben, csak később negyedszerre, a Horvainak az osztályába kerültem. És de hát én annyira színész akartam lenni, hogy én fölhívtam a Kaposvári Színházat, amiről hát én így akkor az a 19 éves fejemmel így ahogy láttam, hogy így az a legjobb színház meg minden, és így kértem a Babalcilát, kinéztem ott valahonnan. Hogy a telefonkönyvből vagy valahonnan, impresszumból. Igen, hát akkor még nem volt, tehát akkor nem tudom miből tudtam kinézni, filmszínház muzsikát, igen, ki kellett könyvtározni. Pesti Estben, akkor nem az igen, volt igen, még. Valahogy megállapítottam, telefonálgattam. Mi volt az? Pesti műsor. Pesti műsor, igen. És akkor Babarcit volt arcom felhívni, és akkor... És fölvette, vagy adták a telefonot? Adták a telefonot, magát a Babarcit, és akkor elmondtam neki, hogy bemutatkoztam, hogy ha nőtt, ő még nem tudja azt, hogy én majd még ki akarok itt lenni. Tehát nyilván 19 éves fejjel már azt gondoltam, hogy már az vagyok, ami még csak most és majd csak szeretnék lenni. Uh-huh. És akkor mondta, hogy májusban valamikor felvételi vizsga van, és akkor arra jöjjön el, viszont hallásra is letette a telefon. És akkor elmentem, és
fölvettek. És akkor hát ez olyanek voltak szembe velem, hogy a Pogány Jutka, a Lázár Kati, Molnár Piroska, Csákány Eszter, Jordán Tamás, Lukács Andor, Babalci, Aser. Koltai. Ezek a fejek. Koltai. És, ja, és hát ott 3 évet tulajdonképpen így színházilag így ott értem el így nem is tudom, csodát, valami, ott az nekem ilyen korszakváltó volt. Mm. Előtte már egy jó pár éve, 14 éves koromtól ilyen amatőr színházban játszottam Szegeden, de hát ott ez aztán, ott aztán nagyon megtanultam, hogy mi az, hogy színház, vagy legalábbis az, hogy így ott az alatt a 3 év alatt hát meg is lehetett. Meg ott a színészek mindig, tehát ott együtt éltek színészházakban, mit tudom én, mindig jártak az Arizonában. Volt egy klubban, ahol lehetett elni, az Arizona. Igen. Jártatok az Arizonában? Ú, de mennyit. Emlékszel az Arizonára? Hát nem olyan volt, mint itt a buli negyed. Volt vagy 40 négyzetméter tükör mindenhol. Igen. Én nem mertem oda lemenni. Nem már? Hát, nagyon ritkán voltam ott. Nagyon jó volt. Retteltes, az a szag, egy ilyen dohányfű, lehetett akkor még cigizni, lehetett ugye? Lehetett becigizni, igen. És ilyen dohányfüsttel kevert, ilyen padlóra kiömlött vörösboros kólának a szagával. VBK. VBK. Ja. És akkor ragadt a talpad alatt. Igen. Jó volt. Hát, hogy figyelj, ha jártál volna oda, akkor táncoltunk volna biztos. Úristen, hát... Melyre most nem mondok semmit, biztos, persze. Igen, igen. Én akkor még nem ittam. De szerencsére azóta. De figyelj, kamaszkorában mindenki iszik. Hát figyelj, így próbálgatás volt. Igen, ez a VBK, meg a... Felnőtt korban is. Meg a vodka narancs. Meg volt a hógolyó, nem tudom, arra emlékszel. A hógolyónak hívták az Arizonába azt, amikor egy tojáslikörbe valamiért beleöntöttek egy citromos gyöngyöt, ha még emlékszel. Úristen. Én szerencsére engem ez elkerült a hógolyó kultúra. Várja, leszedem erről a matricát. Jaj, nem kell itt, nem az RTL klub, nem. Na jó, most nem, most ne gyalázzuk az RTL klubot. Nem, gyalázom, csak oda megyünk. Tenyéradó gazdámnak számít most egy ideje, most oda megyünk. Csak mondom, hogy ugye olyan műsorban szerepelsz most például, ahol ezek a termékkerezések nagyon profin ki van találva, hogy mi jelenhet meg, és mi nem, ez nincs semmi baj. Csak mondom, hogy ez most itt nem. Így átakarom, ezt megszoktuk olyan helyeken, ahol nem lehet. Jó. Szóval kenyéradó gazdád lett az RTL, ezt én sem tudom nem hát észrevenni. Túlzás, tehát most így utólag, most ott egyre több időben helyen rám kaptak. Aha. Vagy ott exponálva. Ja. És ez jó neked? Én egyelőre élvezem. Az egyelőre az olyan kicsit olyan borongósnak tűnt, de nem. Szóval én tehát élvezem. Most úgy érzem, hogy jó döntéseket hoztam azzal, hogy némely ajánlatát így elfogadtam az RTL-nek. Uh-huh. Már nagyon-nagyon jó volt most dolgozni. Nagyon jól esett, egy olyan fajta dolgot csináltam, amit még nem nagyon. Aha, jó, ez a főzős dolog. Egyrészt a főzős, de a másik meg ami hát nagyon remélem, hogy büszkék lehetünk rá, a tanár. Aha, amiről még csak olyan nagyon vékony a kommunikáció, tehát azt már lehet tudni, hogy a Tanár című sorozatban játszunk a Nagy Ervinnel, és az a Kovács Dani rendezi, aki a Vállótársakat is útjára indította, és most már ő annak csak, tehát producere, most ő már nem rendezi, viszont a Döme barátom, a Dömötör Tamás rendezi újabban a Vállótársakat, tehát ezt az új évadot, illetve ő az egyik rendezője. Tehát ő a Kovács Dani, aki rendezi a Tanárt, és hát úgy meg kell mondjam, hogy így nagyon kevés rendezőt szoktam így puszilgatni különböző megnyilvánulásaimban, de a Daniban egy olyan pasassal ismerkedtem meg, szóval úgy érzem, hogy így, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Hogy ilyen félszavakkal meg tudjuk egymással értetni, hogy mi már hány méter. Szóval nagyon-nagyon jó meló. A másik meg az, hogy a Nagy Ervinnel már dolgoztam, és mind a ketten rácsodálkoztunk, hogy filmen most, vagy egyáltalán mozgóképpen most találkozunk először, tehát színész partnerként. Pedig valahogy mind a ketten azt éreztük, hogy jól meg mi már sokat dolgoztunk egymással, de kiderült, hogy csak egyetlen egyszer eddig, amikor én rendeztem őt, ez volt a Belvárosi Színházban az Esőember. Igen. És az, hogy te rendezőként, ugye ez neked rendkívül nagy gyakorlatod van,
És például te azt a típusú rendezőt szereted magaddal szemben színészként, mint amilyen te is vagy egyébként rendezőként? Tehát, hogy téged úgy kell például rendezni, hogy te rendeznéd magadat? Nem, fordítva, hogy én nem, fordítva csinálom, hogy én rendezzenek, ahogy tudnak, az az ő dolguk, de vagy nem az ő dolguk, te tehát, hogy úgy mindenkinek tiszteletben tartom, a lehet. A tökéletlenkedést, meg a tehetségtelenséget, azt nagyon nehezen viselem. Akkor mit csinálsz? Hát olyankor vagy elengedem, vagy pedig bizonyos dolgok. Tehát, hogy merek nemet mondani. Uh-huh. De merek igent is mondani. Tehát azt hiszem, hogy nem, akinek van elképzelése, meg van mondani valója, annak könnyű velem dolgoznia. Akinek nincs, annak nehéz. Annak azért nehéz, mert nekem megvan. És rendezőként, meg én úgy dolgozom a színészekkel, mint amilyen az nekem jól esik. Jól esne színészként. Na igen, ezt. Tehát, nagyjából, ja, értem, értem akkor, hogy fordítva mondod. Amiatt fordítva mondom. Aha. Egy főnök, az nem attól főnök, hogy akkor mindenki tudja, hogy ő a főnök. Mitől főnök? Szerintem attól főnök egy főnök, hogy összetudja adni, vagy egy közös képletbe tudja foglalni mindazt az alkotói energiát, meg mondani valót, ami a úgynevezett beosztottjaival ő kapcsolatos. Uh-huh. Tehát a többieket is. Tehát nem csak az, hogy őnek van egy terv, egy határozott terve, amit ő úgy végigver a mindenen. Vannak bizonyos dolgok, amihez kell ragaszkodni, vagy ilyen alappillérek, de az, hogy aztán utána maga az a felépítmény, milyen buja, meg milyen sokszínű lesz, az azért abból adódik össze, amit a többi alkotótársa plusz hozzátesz ehhez. Uh-huh. Tehát olyan sok apró energiát kell egy úgynevezett jó főnöknek összerakni egy alkotó egységgé, hogy a végén, aki megnézi, vagy ellenőrzi ezt a vállalatot, vagy nem tudom micsoda, tehát ez bármilyen analógiára igaz, hogy az mind összeadódjék az a tehetség, meg az a lendület, meg az energia, ami a beosztottakban van. Tehát ilyen szempontból inkább a jó főnök az inkább egy médium, aki együtt tudja tartani az egész csapatot. Uh-huh. Mert hogyha egy szuvas fogad van, akkor már mész a fogorvoshoz. Miért nem adtak még neked színházat? Én azt érzem, hogy benned lenne, van ambíció is, van az a fajta attitűd, amit most egy jó főnökről lefestettél, az is van, tapasztalatod is van, és pályáztál is, tehát, hogy én abszolút el tudnának téged képzelni ilyen szerepben. Hát ez kedves tőled, de én kedves lány vagyok. Én nem vágyom arra, amit manapság egy színházigazgatónak végig kell csinálni. Nem? Nem. Melyik részére? Hát arra részére, hogy akkor legyen kedves, hogy az igazgató úr, hogy akkor itt ezt aláírni, meg a, és akkor a közgyűlés szerint, hogy a, nem tudom, és akkor a költségvetés, és akkor a jövőre, és akkor hát akkor esetleg, hogyha így megállapodhatnánk, hogy nem tudom én, tehát hogy ez... Tehát ez szerintem... Tehát egy színház igazgatójának valahol politikusnak is kell lennie, és most nem pártpolitikai értelemben, hanem... Hát itt színház igazgatónak szerintem művészeti menedzsmentet végzett, egyetemi diplomás, nagyon okos, nagyon tehetséges, nagyon művelt. Szakembernek kellene lennie, és gazdaságilag egy nagyon, nagyon menő, nagyon pallérozott piacgazdaságból oda-vissza jeles csávó kéne, hogy legyen mellette, két laptoppal, és akkor a színházban meg kellene, hogy legyenek olyan előadások, amik meg gondolkodtatnak és szórakoztatnak, és bevonzák a nézőket, és hoznak pénzt, nem pedig elviszik állandó siránkozás közepette. Létezik, tehát minden van a mázen a világon, szakállas nő is van, meg piaci alapon működő, állati jól futó színház, ami ugyanolyan bátran nyúl hozzá a bulvárhoz, mint a művész, mint a magas művészethez, nem mint hogyha egyébként a bulvár nem lenne magas művészet azon a szinten, hogyha az ember jól csinálja. Mm-hmm. Na ez is bulvár, amit most csinálunk, de ezt lehet olyan művészi szinten csinálni, mint ahogy te csinálod, meg van olyan bulvár is, amit hogyha mindjárt megállsz itt egy kereszteződésben, egy újságos bódénál, akkor inkább elfordítjuk a fejét.
De azt egy kicsit te is, én azt láttam, hogy te is próbálod ezt a kettőt vegyíteni a saját pályafutásodon. Hát most beszéltünk az előbb arról, hogy főzőműsor, meg RTL klub, de közben színházművészet és rendezés is, és művészeti igényű sorozatok, meg filmek, szóval, hogy ez nálad abszolút, én azt látom, hogy megfér egymás mellett, még akkor is, hogyha mondjuk a Facebook oldaladon láttam olyan kommentet, hogy biztos, hogy nagyon elmegyünk celebeskedésbe, és hogy ez már sok lesz, és hogy féltik az ő általuk megkedvelt Anger Zsolt művész urat. Nem tudom, én csak próbálom, én csak így élem az életemet. Tehát, hogy elhívnak egy főzős műsorba, szeretek főzni, szerettem azt a műsort, szerettem nézni. De most miért nem menjek, tehát hogy miért nem menjek oda? Érdekli az embereket. És akkor ez így, tehát hogy akit érdekel, hogy mi van velem, őt miért nem érdekli az, hogy mi van velem? Értem, én ezt értem, csak az... Velem most ez van. Én ezt értem, csak ugye van az a, közben az az iskola, akik azt mondják, hogy aki művész ember, az ne álljon oda egy, nem tudom, egy valóságsó szereplő mellé ugyanabban a műsorban. De mit értünk az alatt, hogy művész ember? Hát, ez jó kérdés. Kinek mit? Hát, mindig úgy szégyellem, azt is olyan rossz hallani, amikor művész úr. Nem is tudom, hogy ez létezik máshol, az, hogy művész úr. Művész úr? Ez nem tudom, ez olyan, angolban van ilyen? Ja, nincs. Tehát Mr. Actor, de van olyan, vagy nincs. Mr. Artist, tehát ilyen nincs, bazd meg. Ja, már bocsánat. Semmi de baj. Nincs. De ez az, mert hogy olyan, én imádom, tisztelem a magyar nyelvet, de hogy nagyon hajlamos azért modorosságra. Ő meg Al Pacino. Mr. Al Pacino, olyan van? Mr. Pacino, igen. De hogy Mr. Baker, meg Mr. Actor, tehát hogy érted? Értem. Jó, persze, ennek a csávónak is, aki ezt kommentelt, ugyanolyan tisztességben kéne mondtad, élni, meg ugyanannyira kéne magukat tartani az embereknek, magukat, meg egymást. Hogy ez... Na, tehát... Másik dolog, amit észrevettem a Facebook oldalon... Ilyen arisztokratikus izék vannak, ne haragudj! Ja, nincsen ilyen arisztokrácia. És az a fura, hogy ezáltal, hogy mindenki valamilyen arisztokráciához akar tartozni, tulajdonképpen az is arisztokráciává növi ki magát, aki otthon ül a fotelbe, és akkor mindennek beszól egy nagy jelentéktelenségében. Komment arisztokrácia. Hogy mindent úgy bűzösen úgy eltart magától. De hát nem áll gyerekek, hát olyan egyformák vagyunk mindannyian. A másik dolog, ami feltűnt az oldaladon, amit egyébként azt nézem, hogy nagyon profin kezelsz. Tehát, hogy ott ez nagyon ráéreztél erre a dolog. Hát az, hogy van ott minden. De ez már megtiszteltetés tőled, mert ezt a műsort, azt nem lehet utolérni. Ezt a műsort már akkor promóztad, amikor még föl se vettük. Ez is feltűnt. Igen. Igen, egyrészt tök jó esett. Másrészt meg, hogy van. Tehát, hogy ez egy képesség, hogy az ember tudjon. Tudom, hogy arra kell menni csak. Pátra. Még megyek egy picit előre. Mindegy, szóval ez egy képesség, hogy az ember tudja azt, de nem csak csinálja a dolgokat, hanem el is tudja adni, vagy el is tudja juttatni a közönségéhez. De nem erre akartam kiugadni, hanem arra, hogy nincs olyan poszt a Facebookodon, ahol nem Endre báznának. Júj, nagyon igen. Tehát az valami olyan szinten ütött be a magyar nézőknek, igen. Hollós Endre, hogy... Az egész sorozat, az egész aranyélet, persze, de hogy példanélküli. Meg hogy most hát, nem mi hiszem, van, hogy példanélküli, mert majd csak figyeld meg a viszkist például. Aha. Tehát, hogy az ilyen, ez közel áll a lelki világunkhoz a betyár. Uh-huh. És hogy érdekes is, hogy a betyár szóhoz még egy másik szó is társul, ugye, általában, tehát kimondom, hogy betyár, egész is ki, mi a másik szó? Nem becsület. Tudom. Ja, becsárbecsület, igen. Hogy ez olyan valahogy tényleg úgy vonzza egymást a kettő, és... Bár a becsület is Hollós Endre, érdekes, mert hogy közben... És becsárbecsület, tehát hogy ebbe nagyon érdekes ilyen két szóból álló szójáték ezt, amit... És ez valahogy azt érzem, hogy ez nagyon, nagyon betalál ma itt, a mai társadalomban. Szerintem nem csak itthon, hanem mindenhol. Tehát csak megnézed a Sopránót, tehát a
Tony Soprano, aki egyébként valójában egy lusta, tanulatlan, tulajdonképpen pszichopata hidegvérrel rendelkező gyilkos. Igen. Aki, és meg is rajongunk érte, mert szereti a családját. Tehát, hogy ezt már mondtam, meg így le lett írva már ilyen interjúban, de nem tudok okosabbat mondani nem, erre, nem mint, is, hogy a, hogy... mint hogy allegóriává válik a bűnözés maga, tehát a túlélésnek és a mindennapi kapcsolatainknak valami olyan fura lenyomatát sikerült eltalálni az HBO-ban az íróknak ezzel a sorozattal, hogy tényleg ezt így mindenki megkajált eddig. Tehát nem is nagyon olvastam őt, hogy... Én sem. És hogy mindenféle, ugye most a harmadik évad az, ha jól tudom, forog, de hogy te ugye meghaltál az előzőben, és igen, az előző végén, és hogy most mi lesz Endre nélkül, azt én sem nagyon tudom elképzelni aranyéletrajongóként, megmondom őszintén. Mint ahogy az sem, hogy mondjuk az HBO egy ilyen Dallas jellegű Bobby Ewing kilép a zuhanyból, tudod, és csak álmodtam az egészet. De ilyen iszonyatos, kamu álságos fejjel megpróbálni belőlem kiszedni, hogy mi lesz a harmadik évadban. Tudom, hogy nem mondhatod el. Hát tudom a mondatot, sem, amit elmondhatsz. De tudnám sem, mondhatnám el. Tudom. Hollós Endre a harmadik évadban is hatással lesz a miklósi család életére. Ez a mondat, amit elmondhat. Hát nekem például apukám, az most nemrég egy évvel és néhány hónappal ezelőtt halt meg, az édesapám. Hát örökre hatással van az én életemre. Én ezt így értettem. Biztosan. Tehát az, hogy ott milyen, tehát hogy a Hollós Endrének az öröksége az... Hát azzal zárult az egész második évad, hogy ez egy nagyon komoly meghatározó tényezővé vált az ő öröksége, amit ráhagyott erre a családra, ha csak fizikailag nézett például a házat. Neked hogy nem én, hiányzik? Én nagyon hiányzik, én nagyon szerettem azt a sorozatot, és nagyon várom a harmadik évadot, mert megképesztően kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni ezzel a családdal. Azt hiszem, hogy nagyon kevés olyan alkotás, vagy hát szinte semmi olyan alkotás nem készül, ami az itt és mosttal foglalkozik ennyire ilyen röntgen képszerűen. Ez nagyon érdekes ilyen volt. Bátra. Igen, ez nagyon érdekes volt, hogy mondtátok, ugye az első, azt lehet tudni, hogy az első évad az még inkább egy film licenc alapján íródott, igen, vagy film minta alapján íródott, és aztán a másodiktól ez egyre inkább lett magyar. És most nem pontosan tudom, hogy hol vagyunk, de majd így visszavickélek a... Kanyarodj egyet, de én most jobbra. Elmennék aztán... veled. Tudod meddig? Na meddig? Wiener Neustadt. Wiener Neustadt. Szép idő van, meg már jól érzem biztos, magam. Nagyon jó, akkor megyünk még egy kicsit. Valahogy itt Budafokon kétényben kavargunk egy picit, aztán majd egyszer csak megtalálom az RTL klubot. Na, de hogy a második évad legvégére viszont olyan szinten lett magyar az autópálya pénzekkel, meg vagy autópálya avatással. Volt az a jelenet, amikor az ember azt mondta, hogy basszus, egy híradót lát. Igen. Nem? Igen. Azért mondom, hogy nagyon-nagyon bátran nyúltak hozzá ahhoz a kérdéskörhöz, hogy na mi újság velünk itt Magyarországon, igen, a 21. század második évtizedének végén. És ezért mi nem tudunk elég hálásak lenni nézőként. De ha már, most ezt nem is tudom, ezért megyek. Jó, mindenki is törődj bele. Visszakanyarodtam, nagyon jó vagy. Hogy az édesapádat említed. És tök szép egyébként, meg az analógia is szép, most azzal együtt, hogy próbáltad nyilván elütni az én kíváncsiskodásomat ezzel, hogy örökké hatással lesz az életedre az, aki ő volt. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi ez a hatás elsősorban. Tehát ő hogy maradott? Vagy mit hagyott benned? Mikor jut ő az eszedbe? Vagy mikor van úgy nagyon jelen? Az, amikor ugyanazokat a fasságokat követtem el, amit ő. Milyen fasságokat? Hát amiket ő néha sokszor előfordul. Uh-huh. Ja. Most már egyre kevésbé. Én ővele nagyon sokat beszélgettem erről, és ő... sokszor... is fogalmazzak. Tehát ő el tudta nekem mondani, hogy figyelj kisfiam, ezt meg ezt elrontottam.
Szóval nagyon jó érzés volt. De már nem csak felnőtt korunkban, hanem gyerekkoromban is volt, hogy így odavont magához, és akkor így mondta, hogy figyelj, kisfiam, ne haragudjon, most így igazságtalan voltam, vagy az most így nem kellett volna, vagy... Te tudod akkor például bocsánatot kérni? Tudod bocsánatot kérni azért, mert tisztában volt a saját maga gyengeségeivel is, és persze próbálta azt már minden módon eltüntetni, és én sokszor ugyanebben ebbe a hibába esem, hogy mondom, most már egyre kevésbé, és ez attól is függ, hogy van mellettem egy olyan nő most az MSZ személyében, amit már így találkozhattak vele adott esetben az olvasók, vagy akik így figyelik, hogy mit akarok én ezen a világon, azok biztos találkozhattak vele már, mert egy publikus, hogy együtt élek vele. Hogy olyan ember van mellettem, akinek mindent bátran elmondhatok, és aki szinte úgy mindent bátran elmondhat nekem, és ez szerintem nagyon fontos. Mm. Nagyon fontos szerintem, hogy legyen mellettünk egy olyan, és az én apám és az én anyám, ezek nem ilyen emberek voltak egymás számára. Aha. És ez nagyon nehézé tette így mind az ötünk sorsát, akik így ebben a családban voltunk, az édesapám, az édesanyám, meg az öcsém és a húgom. Úgyhogy nekem ez az örökség, hogy amiben felnéztem az apámra, abban olyan legyek én is, ne csak a másolata, hanem tényleg olyan. És amit meg felfedtünk, vagy ő, vagy én, hibáit, meg baklövéseit, amit elkövetett, hogy azokat ne kövessem el, vagy egyre kevésbé kövessem. De hát ez egy folyamat, ez folyamatos meló, hát hogy ez így legyen. Ezt a folyamatos melót, ezt a köznyelv, ennek a véletlen eseményeknek a sorozatát a köznyelv egyszerűen csak életnek nevezi. Annyira tudtam, hogy ezt fogod mondani. Igen. De az, hogy persze ez lehet tudni, hogy MSE van, és ő már, vele már együtt voltatok, mikor édesapád elment, ugye? Igen, tulajdonképpen az volt az ő első találkozása az én családommal, amikor édesapámat temettük. Hát az kemény. Aha. Kemény első találkozás. Az kemény. Az kemény volt. Aha. Viszont, hát és az első, nem az első, hanem a... azt akartam mondani, hogy az első nagy beszélgetéseink, hanem az egyik első nagy beszélgetéseink egyikét folytattuk le pont ott. Passauban temettük el apukámat, uh-huh. ott, ahol született. Uh-huh. És akkor így ott láttam így együtt a családot, hát olyan... Az embereket, akiket családnak embereket, nevezel. Akiket így valamilyen igen. módon így összekötött a vér. Aha. És akkor így MSZ-vel nagyon-nagyon jót beszélgettünk, ott egy nagyon nagy, miután édesapámat eltemettük, ott volt egy ilyen vacsora, és akkor ilyen nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk, meg ilyen nagyon jó. Tehát, hogy valójában akkor bizonyosodtam meg benne 1000%-osan, hogy olyan ember, akinek érdemes elmondani, hogy mi nyomja az embernek a lelkét. Én azt hiszem, hogy az ilyen alkalmak azok, amelyek egy emberpárnak a kötelékét megszövik. Nem? Tehát azok a drámák, amelyeket akár pozitív, akár negatív amplitúdójú, vagy nem tudom, ezt így mondják-e, mindegy drámák, amelyeket együtt átéltek, és úgy arra, hogy reagál, hogy van ott melletted. Igen. Úgy, mert akkor annyira az jön ki, nem? Az emberből, ami a valóság, a nyers való. Igen. Hát igen. Tehát az ember az apja temetésén az úgy nem az, ami. Igen. Meg az ember, aki veled van, ő sem tud más lenni, mint az, aki. Ő sem tud más lenni, mint az, aki. Tehát igen. Vannak ilyen pillanatok. Most akkor ez szétcsúszott a buli? Egy kicsit se csúszott szét. Figyelj, hogy folytatom vissza? Viszont azt nem tudtam nem észrevenni, hogy MSZ is milyen jó csaj. Igen. Meg hogy hát akikről lehet tudni a múltadból, ettől nem volt kevés jó csajod. Hát
mit, hogy érted? Hát úgy, hogy, úgy értem, hát mi a, persze mi a kevés, meg mi a nem kevés. Hát az, hogy híresen jó csaj színésznők is voltak például a múltadban. Mi is beszélgettünk például, amikor a Katával voltatok együtt. Igen. A VMN-en meg is jelent veletek egy páros interjú, de hogy lehet tudni, hogy a Patrici, Kovács Patrici is volt szerelmet sokáig, szóval, hogy hát szereted a szép nőket, és Emese is gyönyörű, olyan fotókat publikálsz róla a Facebookon, hogy én kérek elnézést, tényleg. Ja, szép nő. Szép. Szóval, szép, hogy szereted szép. A szép nőket, Zsolt. Hát, erre szeretnék kiugatni. Igen, de hát most mondd már meg, hogy ki nem szereti a szép nőket, meg ki nem szereti a szép fiúkat. A szép embereket. A szép embereket, ja. Igen. Ja. De mi a kérdés? Hülye kérdés, hülye válasz. Teljesen igazad. De mi a kérdés? Semmi, próbáltam kihozni a puliból a maximumot. Ja, voltak ilyen életem meghatározó szerelmei. A Patriciával ugye 7 évig voltunk együtt, a Katával meg 1 évig voltunk együtt, és most az MSE-ben találtam meg azt, amit úgy tűnik, hogy tán kerestem, vagy nem tudom. Meg úgy mindketten ugye egymásra találtunk valahogy, most úgy azt érzem, hogy... Megérkeztél? Nem tudom. Hát... Most komolyan ezt kérdezett 48 éves koromban, megállsz itt egy ilyen elsárgult fa előtt, és megkérdezett, hogy megérkeztél? Megérkeztél? Ja, okay. Hát 48 éves, már lehet ilyet kérdezni? De nem lehet, hát dehogy érkeztem meg, dehogy is nem, menni kell, tolni kell tovább. Na most már tök jó, hogy nem egyedül kell tolni. Akkor legyen így. Azért jöttünk most, mert jelöltek a komedéra, most már másodszor, mint tavaly is jelöltek. Uh-huh. És ez együtt jár azzal, hogy a... Milyen kategóriát viccelek? Legjobb színésznő, legjobb szakács. Legjobb színész kategória, és mi van most? Van egy gömb, egy jelölő gömb, amiben az ember igazolja, hogy őt jelölték, és én nem tudtam elmenni a gálára, ahol átadták a jelölő gömböt, és kértem, hogy adják le a portán. Na nézd! Erre szerintem kell adni személy. Személy. Én bizonyítom, hogy te vagy az. Hát azt nem tudod bizonyítani. Bólós Endre, úristen. Figyelj, ne arra, hogy ez a személy, ez nem bizonyít semmit. Megmutathatjuk? Meg. Erőlgél már. Ez még a Hexion. Ez még a Hexion. Ott nézd oda, látod? Ott van. Tisztára, mint egy Oscar jelölés. And the winner is... And the winner is... És ízléses gömb. Vagy a doboz. Ízléses gömb. Vagyis kocka. Vagy kocka. Nézd, hogy itt. Ez miért van kártya? Ez egy igazolja, hogy jelöltek engem ott. Nagyon sok rémesztő jelöltek. Nagyon menő. Na jó. Szavazzanak Anger Zsoltra. Mire ez megjelenik szerintem már? Úgy de szép. Egyébként tök szép. Jó kis tárgy, most már kettő jön van. Ez annyira olcsó folyam. Kettő van. Ja. A díjat még nem láttam, de a jelölőgömb az bazi van. Ezt. Hát gratulálunk a jelöléshez. És drukkolunk. Okay. És jó munkát kívánok, és nagyon köszi, hogy elhozhattalak. Figyelj, én nagyon boldog vagyok, hogy... Ha nem is Wiener Neustadtba vittelek. Ha legközelebb oda megyünk, az a jó, hogy ide mindig olyan, valahogy az RTL székház valahogy olyan messzinek tűnik, de most eltelt 5 perc alatt a videót, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Köszönöm szépen. Örültem. Sziasztok! Én is nagyon. Sziasztok! Hello, szia! Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, akkor csatlakozol a vmn.hu YouTube csatornájához,